Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király a ez pedig az Ultrahang mai adása, a Zoom túlsó végén pedig Túró Ciri kollégák, aki többek között a Hírmix műsorvezetője, illetve a saját csatornáján is hallgathatnak a hallgatók sokfajta műsor. Szia, Rihárt, köszöntünk a műsorban. Szia, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Azonnal belevágunk a mai adásunkba, előtte azonban arra kérjük mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang csatornájára. Nagy öröm számunkra, hogy tegnap elértük a 200 ezeredik feliratkozót, valamint ajánljuk Rihárdnak a platformjait, belakjuk a videónk leírásába, illetve az Ultrahang Plus csatornát is, ahol a Turóci Rihártól naponta hallhatják a Hírmix című műsort, illetve ma az Ultrahangra is jön majd a Hírmix, a heti Hírmix este 8 órakor. Viszont azért gondoltam, hogy beszéljünk, mert mi időről időre azért megvitatjuk, hogy mi történt het a háttérben, és néhány napja is beszéltünk telefonon itt a balisztikus rakéta támadás és minden kapcsán, és úgy láttam, hogy talán Rihed az, aki az egyik legkoherensebb módon tudja összefoglalni azt, hogy mi történik, ugye Oroszországban is élt, és ezért rengeteg kérdésem van. Kezdjük rögtön azzal, hogy ugye egy aktualitás, hogy megjött az engedély, hogy immáron Ukrajna francia fegyverekkel is lőhet Oroszországra. Ezek korlátozás nélküli 500 kilométeres hatótávolságú rakéták, ez Titkosfegyvere, de ugye a héten az Amerikai Egyesült Államok is így döntött meg a britek, és volt is rá válasz orosz részre. Tőlem mindenki azt kérdezi, hogy hogy nem lesz ebből világháború, miközben az elemzők meg végig azt mondják, hogy úgysem lesz ebből világháború, de hogy látod itt ezeket a mozgásokat? Nyilván! Az információk nagy része nekem is abból származik, amit elmondok a hírmixben is, tehát a nyilvánosan érhető adatokból, hogy az ismerőseim mit mondanak, az nem, nem sok szempontból segítség. Valószínűleg a probléma abból áll, hogy Európában az emberek nagyon nagy része, és ez úgy néz ki, hogy a politikusokra is igaz, óriási arccal van megádva, és még mindig azt hiszik, hogy ők a világ közepre, is, hogy az ő életük bárkinek is fontos. És ez nincs így. És ez egy olyan problémakör, amit hát nem lehet áthidalni. Tehát akkor az ember olvassa a híreket, és azon gondolkozik, hogy a franciák megint ilyeneket kezdenek el mondani, pedig most már nincs választási kampány, mint akkor, amikor Macron mondott olyanokat, hogy hát majd el kell küldeni a fiúkat, vagy hogy is fogalmazott, Egyesszába. Szóval azért, amíg ez csak kommunikáció szintje van, addig nem olyan a probléma, ha tényleg. Azt fogjuk tapasztalni, hogy röpködnek francia fegyverek, akkor nyilván ezt nem fogják ingyen megúszni. Amikor, akkor beszéljünk egy kicsit a fegyverekről. Ugye ebben a háborúban sokszor elhangzott az, hogy itt tulajdonképpen ilyen világháborús eszközökkel harcolnak. De amiket most látunk, ballisztikus rakéták, nagy hatótávolságú rakéták, ezek mennyire változtathatják meg a háborúnak a menetét? Azt a változtatták meg, hogy az oroszok erről mit gondolnak. Azt változtatták meg, hogy ők abban gondolkoztak, hogy voltak játékszabályok, amiket betartottak velük szemben, mert ugye ezeket a játékszabályokat azért hozták, hogy ne legyen harmadik világháború, és ezeknek egy része volt írott szabály, meg volt nem írott szabály, csak a józan paraszt észre hallgatott mindenki, hogy hát ennek úgy sincs semmi értelme. Most Amerika egy másik kategória. A legtöbb átlagos orosz ember is úgy áll az amerikaiakhoz, hogy ők egyenrangú fél. Tehát megkérdezel egy átlagos oroszországi tehát az amerikaiakat lehet, hogy szereti, lehet, hogy nem szereti, de az egy egyenrangú fél. De Franciaország nem egyenrangú fél, hiába van néhány százaton töltete, meg a britek nem egyenrangú fél, a szlovákok, meg nem tudom, a románok, meg a németek, azok nem. Nem szemmagasságból beszélnek róluk, meg hozzájuk, mert ők így nőttek föl, ahogyan egyébként az amerikaiak is így nőttek föl. Tehát, hogy megkérdezel egy, nem tudom én, egy csövest Detroitban, biztos azt fogja mondani, hogy hát azért az oroszok, az, ez egy komoly ország. Hallottam ilyet, hogy Portugália, meséltek róla, nem tudom, hogy hol van. Na, nagyjából így is állnak hozzá, és ez ebben az összefüggésben is igaz. Tehát azzal foglalkoznak, hogy az amerikaiak mit csinálnak, azzal, hogy az európaiak mit csinálnak, legfeljebb abban a kontextusban látod a sajtóban, és az amerikaiak mit engedtek meg nekik. Mert ugye a dolog itt is úgy volt, hogy hát a britek meg a franciák elejében nem akartak adni ilyesmit, majd csak ha az amerikaiak megengedik, mert vannak benne amerikai alkatrészek, ez volt a kifogás. Úgyhogy én ezt a dolgot innen nézném, hogy meg akarom érteni, hogy az oroszok erről mit gondolnak. Ugye azról sokat beszéltünk, hogy itt a vörös vonalaknak a különböző arébb pakolgatása zajlik, és kérdezem, hogy ez még most is érvényese, vagy mennyire kell komolyan venni Vladimir Putyinnak a csütörtöki beszédét, ahol azt mondta, hogy mindig lesz válasz, és ahol azt mondta, hogy akár NATO ország is célpont lehet, ha nem állnak le itt a nagy hatótávolságú a fegyverek szállítása. Kérdezem ezt azért most, erre válaszul Franciaország is bejelentette ezen a fegyvernek a szállításra. Hát csak nehogy a végén az legyen, hogy észre kell lenni, hogy hanyasak a bát, mert ugye a, az Észak Atlanti szerződés, mint a neve is mutatja, északatlanti, atlanti hát ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, amelyek ebbe a körbe tartoznak, alapvetően erre vonatkozna ez. Most Franciaországnak, mit tudom én, ott van új a föld másik végén, ott a csendes óceánnál, nem tudom, Tahiti, tehát ha arra esetleg ráesne valami, akkor ez az úgy megtörtént, tehát vannak ezeknek az országnak, a briteknek is vannak olyan tengeren területei, amikre ez nem feltétlenül vonatkozik. Egyrészt van egy ilyen aspektusa is ennek. Másrészt meg hát ugye lehet sok olyan dolgot csinálni, amit sok nálam erre a feladatra sokkal alkalmasabb szakértő el tudott magyarázni, hogy hát mit tudom én az űrben különböző műholdakat megtámadsz, akkor mi történik, meg hogyan bizonyítod, hogy ez ki volt, meg egyáltalán, hogy ugye akarsz-e nézni. Van egy ilyen aspektusa is ennek, hogy ha az oroszok csinálnak valamit válaszul, akkor a másik oldal ezt komolyan veszély, vagy félrenéz, mint hogy eddig is félrenéztek az oroszok, mert ezért annyit nem ér, hogy mindannyian elpusztuljunk. Ugye itt ez a dolog érdemi része. Valószínűleg nem arról van szó, hogy fog repülni egy atomrakét a Londonra, bár ugye megjelentek ilyen um, posztok, mondjuk a Ridovkán, meg egy külön, különböző Oroszországból származó Telegram csatornákon konkrét térképek, hogy mennyi idő alatt térne, el a Magyaró bokor, az arról lehulló magyarok, azok mikor érnének el mondjuk Londonba, Párizsba, Berlinbe, Varsóba, és hát ezért néhány percről beszélünk, tehát egy, kettő, három, maximum három perc lenne az, amíg ha valami történne, és ugye van ennek egy másik eleme, az, hogy meg tud-e bármi ezzel szemben védeni, most az, hogy a főnök mit mondott, ő azt mondta, hogy nincs ellene védelem, az egy dolog, valószínűleg ebben van realitás, de azért az amerikaiak sem ültek gondolom a babérjaikon, és mivel titkos dolgokról beszélünk, hiszen egészen az előző, mikor most vasárra van, tehát mondjuk az öt nappal ezelőtt nem tudtuk, hogy ez a dolog létezik. Valószínűleg így van ezzel a védelem oldala is, hogy van a dolgok, amikről nem tudunk, és hogy ilyen védelme valószínűleg csak a nagyon nagy országoknak van, és az európaiaknak nincs. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha látunk meglepetést, akkor azt nem úgy kell majd elképzelni, hogy valami iszonyatos tragédia történik, és ledobnak egy ilyen magyarok bokrot valahol, nem tudom én, Londonra, hanem majd olyan helyen fogják ezt elsütni, hogy lesz egy nagyobb cunami, és akkor elvisz egy várost, vagy elvágják azokat a vezetékeket az Atlanti óceán alján, ami hozza ide az internetet, és akkor majd meg fog lepődni mindenki, hogy milyen lassú lett, vagy hogy egyáltalán... Nem nincs. lesz YouTube. Így, így, nem lesz YouTube, meg tehát majd ezek, ezek a dolgok fognak előfordulni, meg de ezt a realitásnak látod egyébként? teljesen persze. És nyilván sok olyan dolog történt eddig is, amiről tudtuk, hogy megtörtént, csak azt nem tudtuk, hogy ki csinálta. Tehát, aki hallgatta a hírmixet mondjuk az elmúlt egy évben, azért hallhatott olyan híreket, hogy mondjuk az Egyesült Államokban hány ipari baleset történt. Sok. Korábban nem történt ennyi. Hogy pont most fáradt el az infrastruktúra, hát előfordult, tehát nem nem tudjuk, hogy ki volt. Vannak, vannak, balesetek, tehát hogy azért furcsa dolgok ezek, minden esetre nyilván sok olyan dolog van, amiről nem tudunk, az, ami meg a, kikerül a, úgy, hogy, hogy beszélnek is róla, azért annak egy része nyilván a narratívákat erősít, tehát itt volt ez a netes kábel elvágás a, a Balti tengeren, ráadásul több is, kettő is volt, mindenki elmondta, hogy tehát ez megtörtént, és nem volt véletlen. Az oroszok elmondták, hogy hát ott volt akkor egy NATO gyakorlat, pont ahogyan volt egyébként NATO gyakorlat az északi áramlat esetében is. Tényleg volt ott most NATO gyakorlat, de ez nem mond önmagába semmit, tehát nem jelenti azt, hogy ezt a NATO csinált, csak azt mondják, hogy ott volt egy NATO gyakorlat. De egyébként te inkább abba az irányba lesz hogy ez nem orosz művelet volt a balti tengerem? Én abba az irányba hajlok, hogy sosem fogjuk megtudni. Tehát ez Jó, egy pillanat, és azt mondták, aztán azért ott körvonalazódik, hogy az valószínűleg nem az oroszok robbantották fel saját maguknak. I igen, de ez sem azt jelenti, tehát, hogy én ilyen értelemben teljesen független vagyok, mert azt mondom, hogy az a tisztes, tisztességes válasz előtt nem tudjuk. Sosem fogjuk megtudni. Ez olyan, mint a Kennedy-gyilkosság, hogy nem fogjuk megtudni. Mindenki elmondja, hogy szerinte hogy van. Én például abban vagyok, hogy a Kennedy-t egyébként johnson át leginkább érdekében mert hát miért? Mert utána, de hogy hát ettől függetlenül nem tudjuk, hogy ki volt. És az a tisztességes válasz, hogy nem tudjuk, hogy ki volt. Lehet egyébként. És azt is el tudom képzelni, hogy akkor a káosz van, hogy tulajdonképpen vannak különféle, mondjuk így, hát nem teljesen államtól függő megoldása, cégek, vállalkozók, akik ilyenekre ragadtatják magukat, mert ebbe látják a pénzt. Ugye most van egy friss hír azzal a kapcsolatban, hogy egy Lynch, azt hiszem David Lynch nevű milliárdos, meg akarja venni az északi áramlat kettőt, hát hogy most Svájcban elárvertezik a céget, és azt mondta, ez a, azt hiszem a Wall Street jelent meg, hogy azért akarja megvenni, hogy Amerika kontrollálja az Európába érkező hát ilyen vezetékeket. Tehát, hogy nem is azért veszi meg, mert hogy ez szerintem jó buli, meg jó befektetés, meg úgy kell otthonra egy gázvezeték, hogy legyen, hanem direkt ezért, tehát nem is biztos, hogy ő veszi meg.

egy picit visszatérve Putyinra, hogy ugye mindig nyugati szemszögből nézzük Putyint, hogy milyen engedékeny, meg hogy azt hittük, hogy ő az orosz medve, de valójában meg nem is lép akkor, hát mondjuk már a orosz invázió elindítása is nyilván egy erős lépés volt, de hogy azt követően eddig nem lett atomháború, meg mit tudom én. Viszont hogy néz ez ki a másik oldalról nézve, tehát akár a Putyin potenciális vagy valós szövetségeseit tekintve, mennyire kell erőt demonstrálni a Putyinnak, ugye ez a mostani bejelentése ez azért arról szólt, hogy Oroszország kész válaszolni mindenre. Van egy érdekes aspektusa ennek, igen, ez pedig az, hogy van egy elképzelés arról a nyugati világban, hogy Putyin ott ül, és mindenki azt csinál, amit ő mond. Ez egy részigasság, ez egy féligasság, ez úgy van, hogy azért van ez így, mert elhiszik róla, hogy amit ő mond, az jó lesz. Ezt a szűk környezete legalábbis biztosan így gondolja és ha a szűk környezete azt látja, hogy amit mond, az nem feltétlenül jó, akkor majd nem ő lesz, aki ezt megmondja. Ez alapvetően ez a bizalmi dolog, hogy a választás is pont így működik, meg úgy egyébként a legtöbb rendszer a világon így működik, hogy bizalmat kell táplálni az iránt, akinek elfogadott az utasításait, hogy ő alapvetően jót akar, jó szándékkal van ott. Most a közösség szempontjából nevezzük ezt jónak. Ha azt látják, hogy mindig csak tologatja, és nem vál bele, és nem mondja azt, hogy most már csinálni kéne valamit. Tehát el tudják tolni odáig ezt, hogy egyszerűen már neki is azt kell mondania, hogy jó, hát akkor csináljunk valamit. Mert ugye a legtöbb kritika 2022 óta a nyilvánosságban őt azért, vagy hát nem is feltétlenül csak őt, hanem a környezetét azzal. Tehát azzal támadták, hogy miért kellett ezt így, miért nem intézték el ezt előtte szépen. Tehát 2014-ben kellett volna bemenni például, akkor is körbeállták Ukrajnát, csak erről nem beszélünk. Akkor kellett volna bemenni frissiben, amikor a majdán megtörtént, mert akkor még Ukrajna erre nem állt készen. Tehát erre mondják azt, hogy jó lehet az orosz hadsereg se állt rá annyira készen, azért a krímet milyen szépen megoldották, senki nem halt meg. Tehát, hogy ilyen kritika van? de olyan kritikát nem hallasz, hogy ah, nem jó, ez, hagyjuk ezt abba, meg legyünk mi egy kisebb ország, meg nem fontos ez, meg legyünk a nyugat rétet, ilyet nem hallasz, hanem a kritika abban áll, hogy lehetne ez durvábban, És amikor van néhány Magyarországon is hírként megjelent eset, amikor azt hallott, hogy egyébként meggyőződéses véleményformálót, katonát, FSB tisztet, nem tudom, olyan, aki mondjuk Donetskben volt, még azt hiszem miniszteri pozícióban is elvittek, mert olyanokat posztolgatott a Telegramon, hogy menjünk, és még erősebben is csapjunk oda, és ássuk el, és öljük meg, és nem tudom. Ezeket azért vitték el, mert félő volt, hogy még nagyobb lesz arra az igény, hogy durvuljanak. Nyilván, hogyha azt szokták ugye mondani, hogy ki provokálják azt, hogy durvulni kell. Hát lesz egy pont, amikor az emberek döntő többsége azt fogja mondani, hogy azért ezt nem kéne elviselni. A nyugati világban azt nem feltétlenül értik, hogy mi az, hogy büszkeség. És ebben a dologban, az egész, amiről most beszélünk, ebben a legfontosabb belem az ez. Tehát, hogy vannak, ahogy mondom, amivel kezdtük is, hogy a nagy országok állampolgárai nem érzik magukat egyenlőnek egy portugállal, tehát ők nem úgy gondolkodnak a saját országokról. Lehet, hogy ők szegények, lehet, hogy ők nem tudom én, hogy bányában dolgoznak, lehet, hogy nem tudom banki ügyintézők, de ők legalább nem születtek luxemburginak. Ez nagyon fontos. Teljesen mindegy, hogy Luxemburgban sokkal jobb a fizetése, de ő úgy van ezzel, hogy amikor elmegy Törökországba, Egyiptomba, akárhova, akkor ő oda úgy érkezett meg, mint egy nagy hatalomnak az állampolgára. Ő rajta ez a szoftver fut, ő nem tud másmilyen lenni, ő ennek született. És ezért van egy egészséges, a saját felfogása szerint egy egészséges elvárása azzal szemben, hogy hát ennek megfelelően is kell viselkedni. Tehát nem lehet velünk mindent megcsinálni, nem lehet velünk ezt megcsinálni, azt megcsinálni, hogy jönnek ők ehhez. Ezt egy darabig tudod tologatni, és ez a vörös vonal, ez kiebb-kiebb kerül, de egy idő után lesz rá a társadalmi igény. És amikor... Erről ismerősökkel beszélgettem, akik hát, ezt nem igazán akarták érteni. Próbáltam nekik elmagyarázni, és ebből mindig óriási meglepetések voltak, ezért mondom el itt is, hát a többeket meglep, hogy én teljesen meg vagyok arról hogy győződve, hogyha lenne egy szelmérés arról, hogy veszítsenek, vagy megnyomják a gombot, és elpusztuljunk mind, akkor a többség azt mondaná, hogy nyomjuk meg a gombot. Még új is, hogy ők maguk is meghal? Igen, mert nem akarsz vesztesként létezni. Én erre azt tudom mondani, hogy ha nekem például most uh, lenne egy balesetem, és elveszteném mind a két lábamat, és mind a két kezemet, akkor én meg akarnék halni. Én nem akarok kiszolgáltatott helyzetben lenni. Én nem akarok vesztes lenni. Én győzni jöttem erre a világra. És rajtuk is ez a szoftver fut. Tehát az a verzió nincs, hogy te nem akarnak úgy járni, nem tudom, sok ilyen történelmi példában, nem tudom, mint a japánok, hogy a ott van érted az amerikai hadsereg nem tudom, lassan száz éve és nincs, valójában nincs önállóságuk. És Japánban nem tudsz olyanokat mondani, hogy hát mi lenne, ha van politikai program, vagy, hogy az amerikaiak menjenek haza. Tehát egy ilyen politikai programod neked nem lesz, mert holnap kiderül, hogy te adót Tehát, tehát, hogy, ez, tehát, hogy ők, ők, nem akarnak így élni. És ez az az a része, amit a legtöbb ember egyszerűen tud elképzelni, mert hiszen nyilván Magyarországról, Szlovákiából, Ausztriából, Horvátországból, egy kis országból, amikor egy másik szoftver fut a fejeden, ezt nem tudod elképzelni. De ez létezik, ilyen van. Viszont azért is összetettebb talán ez a kérdés, mert hogyha a frontot nézzük, akkor a Toroszország azért kimondhatjuk, hogy győzelemre áll, nem? Miközben most például azzal, hogy akkor Biden engedélyezte ezeket a fegyvereket, azzal meg Oroszország nagyobb veszélyben van, mint a háború kitörése előtt. És ez a nagy kérdés számomra, hogy ezt az ambivalenciát hogyan lehet feloldani világháború nélkül. Nyilván visszafele ez meg úgy érvényes, hogy úgy érzi a nyugat, hogy Oroszország győzelemre áll, és hogyha egyszer elkapja a gép szíj, akkor nem áll meg Ukrajnánál, hanem az egész térség biztonságát veszélyezteti. Igen, nyilván ez az elsődeges üzenet, most a leggyakrabban hallott, vagy a leggyakrabban olvasott elem, hogy hát tulajdonképpen ők már győzelemre állnak, januári kéne ezt kibírni. Tehát nyilván ez ezt mindenki érti, vagy hát ezzel úgy nagyjából az emberek tisztában vannak, hogy ez van, ez létezik, és hogy most már tulajdonképpen csak ki kéne bírni, csak hogy ezek a rakéták, nem tudom, Smolenskre kezdenek el hullani, vagy Baronyosra, vagy mit valahova, akkor egy idő után azért az lesz, hogy ezt azért mégse kéne hagyni. És nyilván ennek a, a volt egy előzetes üzenet, a newsben mondtam, hogy volt egy előzetes üzenet, hogy elküldte el a Putin ezt az üzenetet nyugatra. Tehát most Ukrajnába érkezett le, de ennek a címzetjei nyugatabbra voltak, és megmutatta, hogy egyébként van egy ilyenünk, és tudod, mint a messenger üzenet, amikor elküldött valakinek, és oda van írva, hogy látta. Van ez a két pipa, hogy egyébként itt tartottunk. Most azt, hogy a franciák erre mit csináltak, ezt most hagyjuk, de hogy alapvetően ez a dolog megtörtént, tehát elment az üzenet, másik oldal látta hogy ezután mi fog történni, az nyilván, én, én, abban lehet, hogy naív vagyok, de nem jellemző rám, de abban próbálok gondolkozni, hogy azért legfelül a két nagy hatalom szokott telefonálgatni. Szoktak beszélni. Igen, csak pont azért érdekes ez, ez fontos, amit mondasz, hogy ugye Putyin elvileg azt mondta, hogy itt most nem volt előzetes figyelmeztetés, hanem hogy amit ők nyomtak interkontinentális ballisztikus rakétet, ezt a magyaróbokor típusú valamit, itt nem küldtek előzetes figyelmeztetést. Én ezt Piszkovtól olvastam, a Putyin beszédé, mert ez nem volt benne. Aztán utána már volt mindenféle nyugati forrás, ami azt mondta, hogy de ők egyébként szóltak, mert szólni kellett volna. Aznap este, mit tudom, még az ukrán forrásoknál és Novai is úgy jelent meg, hogy, hogy Piszkov azt mondta, hogy nem, nem, szóltak. Nyilván, amikor, ha ezt nagyon közelről lövik ki, akkor is érzik, tehát, hogy ez ugye kimegy, tehát, hogy ez ezt látja mindenki, akinek ilyen rendszere van, ezt tudja, hogy ez megtörtént de nyilván ilyenkor gondolom lehet szólni, meg összeszok. Tehát ezek a dolgok, amikre titkosak, és ebben az az érdekes, hogy egy olyan dologról beszélgetünk, ami a legtitkosabb, ugye az egyik hírvízben ezt össze is szedtem, talán csütörtökön, vagy pénteken, hogy amikor az ukránok kértek védelmi rendszereket a leendő ilyen támadás, most ez az újabb dolog, amit kérnek, hogy most akkor már ez ellen is kérnek védelmet, hogy az a probléma ezzel, hogy ezt néhány ország tudja magának egyszerűen üzemeltetni. Nem csak azért, mert hogy elképesztően drága, hanem mert annyi elemből áll, és annyira bonyolult dolog, hogy csak néhány ország tudja egyáltalán ezt működtetni. És ahhoz, hogy neked ilyen eszközeit legyenek, ahhoz már eleve az kell, hogy a két nagy azt mondja, hogy neked ilyenek lehetnek. Tehát ilyen problémák vannak. Úgyhogy valószínűleg itt, valószínűleg itt arról van szó, hogy volt, volt ez az üzenetátadás valószínűleg Amerikában az emberek, akiknek ez a munkája értik, hogy ez az üzenet mit jelentett, és akkor most jön ez a kérdés, hogy Európában valójában milyen hosszú a lánc, ezek az emberek mennyire önállóak, valóban úgy van az, ahogyan volt, nem tudom, 50 60 évvel ezelőtt, hogy a franciák azért a NATO-ból mindig egy ilyen, mindig külön csináltak, meg máshogy, meg egyszer majdnem kiléptek, meg technikailag kiléptek, de úgy maradtak, aztán visszamentek, tehát hogy nem tudjuk, Ugye a britek voltak általában a, ebben az elmúlt két évben a, a legnagyobb kavarók, a legnagyobb kavarógépek, mindenhol azt azért lehet tudni, hogy ők, ők mindig ére jártak, hogyha arról volt szó, hogy hogyan ne legyen ebből békekötés. Szóval, hogy azért itt vannak, vannak ilyen elemek, amiket, ö, amiket nem tudunk. A kérdés az az, hogy az amerikaiak mit csinálnának, hogyha itt érkezne egy komolyabb válaszreakció. Megére ez ennyit? És nyilván, hogyha egy Kaliforniait megkérdezel, vagy egy Floridait megkérdezel, akkor azt fogja mondani, hogy nem. Ö, az a másik kérdésem, és erről sose beszélgetünk, mert ez valamiért ma Európában nem téma ciki felhozni, hogy egy portugálnak megéri-e meghalni Litvániáért, szerintem nagyon érdekes kérdés, vagy hogy egy görögnek, nem tudom, lett országért? hát nem gondolom, hogy megéri. Én nem, nem, tudom ezt elképzelni, hogy, mert ugye nem történt meg a legfontosabb dolog az Európai Unióban, én alapvetően örülök neki, mert én nem, nem az Európai Uniót, de ha szeretném, tehát most hallék az ördög a saját szempontokból nézve, akkor azt mondanám, hogy itt az elmúlt 30 évben a legfontosabb dolgot nem csinálták meg, azt, hogy ezek az emberek mitől tartoznak össze, mitől európaiak. Nem volt ilyen, hogy közös könnyű zene, nem volt ilyen, hogy közös film, nem láttál, nem tudom, én ír mozit, meg nem tudom én. Hol egyáltalán az, ami közös volt, ez a Juncker meg a Fonderlein? Pont így, így így. Épp így. Így pontosan, tehát nem alakult ki az a valami, hogy ha támadás van, vagy valami probléma van, akkor te közösséget vállalja többiekkel. Ez a része nem történt meg. A másik oldalon ez meg megvan, meg az amerikaiaknál nyilván ez megvan. De itt nincs meg. És ö, ugye ez szerintem a legfontosabb eleme az egésznek, hogyha itt bármi esetleg, ne Isten, történne, akkor ö, ugye a statisztikai adatokból tudunk csak kiindulni. A statisztikai adatok meg azt mondják, hogy az európai emberek döntő többsége inkább azt keresne, hogy hogyan tud leggyorsabban elhúzni innen bármilyen Aztán, összefüggésben. Egy dolog, tehát hogy ez teljesen logikus, amit mondasz, és én is hasonlóképpen gondolom, egy dolog van, hogy itt már semmi nem logikus, meg egy kicsit minden politikává vált, és hogy ugye Biden döntése az például nem -e annak szól inkább, hogy Trumpot hozzuk még nehezebb helyzetbe január 20 ig vagy hogy azt gondolják, hogy az emberek rosszul döntöttek Amerikában, ami kihat az ukrán háborúra is, de mi még itt az utolsó pillanatban megtámogatjuk Ukrajnát, hogy a gonosz Putyin nehogy lerohanja az egész Európát. Ebben van logika. Én kommunikációsként lehet, hogy elkövetem most azt a hibát, hogy akinek kalapácsom van, az mindent szögnek néz, de én ebben inkább azt látom, hogy az amerikaiak, meg úgy általában vagy a nyugatiak azt tudják mondani, hogy hát mi mindent odaadtunk az ukránoknak. Ez volt a maximum, amit ki tudtunk ebből a helyzetből hozni. Aztán elbuktak. De mi mindent megtettünk, nálunk semmilyen felelősség nincs. Én ezt látom ebbe, Ha ez így van, akkor erről valószínűleg az oroszoknak szóltak. És akkor az a kérdés, hogy szalóban le lehet-e úgy hozni, hogy, hogy, nem kell megrázni ezt a magyar óvokrot. Ha... De akkor ez is az egész, amit látunk mindkét oldalról valójában? E ekkor járnánk a legjobban, mert hm. akkor a világvége érdeklődés hiányában elmaradna. Ekkor járnánk a legjobban. Ehm, nyilván senki nem akar arcvesztést, meg ebből ki kell valahogy úgy menni, hogy ez jó legyen. Ugye arra felhívnám a figyelmet, hogy a nagykövetségért nagyon nagy része az így az ott dolgozók nagy elhagyta Ukrajna területét valamiért mostanában az elmúlt egy-két napban. Biztos véletlenül pont most. A Oroszország figyelmeztetést is adott ki, hogy hagyják el egyébként Ukrajna. Igen, és hallgattak is rá, és el is mentek. Tehát, hogy nyilván erről beszélgettünk vele szerintem egy évvel ezelőtt is, hogy ennek a végjátéka lesz a legkeményebb. Tehát amikor ez és szerintem e felé közeledünk, itt már csak rossz, meg még rosszabb, meg legrosszabb forgatókönyv van, mert nyilván senki nem akarja elrántani a volát, végig akarja úgy tartani, hogy hát ő akkor a kemény csávó, hogy ezt megengedheti magának, és ilyenkor szoktak lenni a tragédiák. Ez az egyik része, a másik része, hogy nyilván mindenki ilyenkor menekülni, meg, meg próbál mindent a helyzetből kihozni a legtöbbet, amit még lehet vinni, azt vinni, még, még a, nem tudom, a is megpróbálják elvenni az irodákból, tehát mindenki most próbál mindent elintézni gyorsan. Ezekből nagyon nagy káosz, ebből óriási káosz, lesz, és ennek egy borzasztó következményei lehetnek. Nyilván, ha megnézed azt, hogy a, a, sajtóban például hány olyan anyag jelent meg, és mondok egy konkrét példát, hogy azt hiszem, hogy a, a gúr volt, de valamelyik titkosszolgált ez a lényeg, az egyik titkosszolgálatnak volt az, hogy ukrán titkosszolgálatnak volt az, hogy ők észrevették azt, hogy valamelyik oldalról, a ukrán oldalon, valamelyik mondjuk az elnöki irodá kör, hivatal környékéről, vagy valamilyen hadsereg vezetési ponttól valahonnan szivárogtattak az oroszoknak információkat arra vonatkozóan, hogy hol vannak ukrán katonák. Ez így megjelent az ukrán sajtóban, mert hogy mondta az ukrán titkosszolgálat, hogy valószínűleg ezek a mondjuk így döntéshozók azért csinálták ezt, mert hogyha esetleg bukó van, akkor velük ne, ne történjen semmi, vagy hát hogy ők megúszták ezt a dolgot, vagy valamiféle más ellentételezést vártak ettől. Tehát hogy azért a probléma ebben van, hogy amikor már ilyen hírek jelennek meg, hogy ezek előfordulnak, és ez már Ukrajnából jönnek ilyen hírek, ez nagyon ijesztő, mert ez azt jelenti, hogy még belül is van. Ha, ha, még ez az egész nem is igaz, csak úgy bekerült a sajtóba, akkor ez is azt jelenti, hogy akkor van ott egy belharc. Tehát, hogy ezek borzasztó dolgok, van, amikor egy ilyen szétesik, ez olyasmi lehet, mint nem tudom én, a se nem iszlám, se nem állam, hogy majd lesznek ilyen mindenféle szabad csapatok, van ott egy csomó fegyver. Ez jó lett területi ország. Most nem tudom, a fele összeomlik, a másik felében meg lesz néhány olyan élő ember, aki kitalálja, hogy ők ezt vinnék tovább, ezt a forgatókönyvet. Szóval ebből borzasztó dolgok lehetnek. És akkor még ott van az is, hogy a Londonban kinevezett ukrán nagykövet, ugye? Zaluzsnyi azt mondta, hogy ő már elkezdődött a harmadik világháború. Hát ezek a legjobb üzenetek tényleg, amit egy nagykövet. de jó, ab... meg is indokolt, mert azt mondta, Legér. hogy észak katonák vannak a fronton, meg iránsáit drónokat használ. az, hogy több nemzet bekapcsolódott Oroszország oldalán, vagy több ország bekapcsolódott, ez indokolja ezt. Ugye az, akkor már azt is elmondhatta volna, hogy a másik oldalon is kap minden mindenhonnan segítséget, csak akkor itt meg nekem egy ilyen értelmezési kérdésem van, hogy ez akkor most világháború, vagy nem világháború, vagy lehet, hogy majd úgy vonul be a történelembe az, hogy 2022. február 24-e volt a harmadik világháború első hónapjai, vagy nem tudom. Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. A kérdés az az, igen, hogy, hogy majd ez később hogyan fog kinézni, ha még lesz, aki ezeket elolvassa. Ez nagyon fontos, és lesz még minden ezeket elolvasni. De bízunk abban, hogy a két nagy szereplőnél vannak értelmes emberek, akik szeretnék a gyerekeiket felnevelni, például. Meg ugye vannak a világon, hát, nagyon so, sok olyan eset volt még, vannak, vannak a világban még sokan, sok milliárd akik nem szeretnének meghalni, annak következményeként, hogy ott van ezek. vannak ott éjszakon ezek a hülyék, akik egymást lövöldözik, tehát hogy mit tudom én, a brazilok, meg az egyiptomiak, meg ők is itt élnek velünk ezen a bolygón, nem szeretnének most hirtelen meghalni. Úgyhogy ebből gondolom azt, hogy azért lehet, lehet arra számítani, hogy talán a világ vége érdeklődés ilyenjában elmarad. De azt is gondolom ugyanakkor, hogy nyilván van egy, van egy olyan probléma ebben, ami, ami, hosszú távon velünk uh, fog maradni. Tehát, hogyha ez a dolog valahogyan véget ér, akkor is az lesz, hogy nyilván Amerika megpróbálja már megmenteni azt a pozíciót teljes jogot, tehát a saját szempontjukból tök logikusan, amiben eddig voltak, is majd hát megpróbálnak ezért mindent elkövetni. Kevésbé szép és kevésbé kreatív megoldásokkal is, hogy olyan helyeken olyan emberek maradjanak hatalmon, akik nekik kedvesek. Minden nagy hatalom ezt csinálja. Ez nem felmentés, csak tény. Um, aztán, uh, hát Európa az a kérdés engem nyilván ez a része foglalkoztat nagyon, hogy itt majd mi lesz mi lesz itt az after party, és uh, hát általában, nem tudom hogy te ilyenekben részt vettél tizenévesen, az én emlékem az volt hogy vannak pillanatok a bulikban amikor haza kell menni, tehát ha időben nem indulsz haza, annak általában nagyon csúnya vége szokott lenni, tehát akkor van az, hogy hajnalban egy parkban ébredsz és ki vagy rabolva tehát van olyan, amikor haza kell menni. egykor a piacon a lángososnál, és nem érted, hogy hogy kerültél oda. Én soha nem vettem egyébként ilyenekben részt, de nagyon sok barátom mesélt ilyen történeteket. Na, tehát, hogy ezért van az, hogy ebből a buliból is időben haza kéne menni, mielőtt még ilyen történik valakivel. Tehát, hogy ezt mondom, hogy Európának is talán ezen el kéne gondolkoznia. Aztán meglátjuk. Nyilván az a, az, az én elsőleges gondolatom, és általában azért ezt próbálom a newsban, a legtöbb embereknek humorral átadni, hogy ha abban gondolkodunk, mert nagyon sokan ebben gondolkodnak sajnos, hogy vannak mindenféle, nem tudom, medvedisztó emberek ott a háttérben, akik azon ütködnek, hogy a legtöbb embernek legyen rossz, hogy még több pénzt keressenek, de hát már így is sok van. De hogy még több pénzt keressenek, nem ez, ez, nem, ez nem, nem, ez az igazság. Az igazság az az, hogy ezek de, ezek az emberek, akik döntési pozícióban vannak, de ezek tényleg ennyire ostobák. Tehát amikor látod azt a sajtóban, hogy vannak pozit, döntéshozói pozíció, és már nem is az nobel meg ne. Boris Johnson, meg mit. Tehát, hogy olyan emberek olyan dolgokat mondanak, olyan dolgokat írnak le, olyan következtetéseket vonnak le, úgy visel, tehát az, hogy most megjelent, megint az, hogy tudom, mennyire tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, miért higgyünk neki, de megért, föl, fölkerültek a netre olyan adatok, amit a Grey volt, hogy, hogy PowerPoint-ban miket küldözgettek egymásnak a, a brit mit tudom én, katonai vezetők, meg titkosszolgálti vezetők, hogy PowerPoint bemutatókat készítettek egymásnak, hogy hogyan kéne megbuktatni Putyint. És egy csomó minden, ami azokban ott le volt írva, az később meg is valósult. Tehát az, hogy PowerPointban, Excelben, Wordben írogatnak egymásnak, tehát hogy megőrülsz. Tehát az, hogy, hogy olyan pozícióban lévő emberek csinálnak ilyen dolgokat, és így intéznek dolgokat, ez szerintem a legijesztőbb az összes közül, mert itt nem arról van szó, hogy valaki jó szándékú, rossz szándékú. Ugye az embereknek ez a leegyszerűsítés a fejében mind a két oldalon. Tehát nem tudom, felmész a Redditre, akkor is azt látod, hogy mert ha nem tudom én, Putin győz, akkor Orbán marad örökre hatalmon, és akkor elnyomá egy diktatúra. A másik oldala az ellentetje, hogyha ők nyernek, akkor majd nem tudom, mindenkit beoltanak, és elveszik, nem lesz készpénz, és mindenki végletebben gondolkodik. Mindenki azt feltételezze másikról, hogy rossz. És a legfontosabb dolog, Putyiról is mert hogy ő diktátor, de senki nem úgy kell fel reggel, Hát, ha nem egy őrült, hogy én ma megölök nem tudom 5 millió embert, és lehopok 3 atombombát. De em, van nem így az kell Azt hiszik, szóval. szóval, hogy Putyin tényleg egy gonosz beteg állat. Ugye volt egy ilyen magyarországi mondás egyszer az egyik színésznek, és hogy ő tényleg azért jött, hogy az emberiségnek ártson. Tehát, hogy ezt éppen mélyű ember senkiről nem feltételezi alapvetően. Tehát, hogy nem, nem így indítottak meg, meg. Tehát sokáig nem szokott ember úgy hatalomban maradni sehol, hogy hogy ennyire úgy megpróbálják a lerángatni, hogy gyere már a színpadról, tehát, hogy ezek nem, nem, így működnek. Ostobák vannak, meg, 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 olyanok, akik hát azért vannak ott, mert, meg tudom én, azok az emberek, akik ezt pénzelik, nekik nagyon jó, hogy van ott egy ilyen félkegyelmű, Ilyen van, de ezt mondjuk én nem háttérhatalomnak hívnám, vagy valami egyéb őrületnek, hanem egyszerűen a cégeknek, meg olyan vállalkozásoknak, hogy tök jó, hogy ez így van, lehet pénzt keresni. Média elit, meg kulturális elit. Egy Persze, ők se, ők, ők se feltétlenül azért csinálják ezt, tehát, hogy ez se felmentés, de ezek az emberek nem azért csinálják. Biztos te is találkoztál már ilyen magyar újságíróval is, aki meggyőződéses, ő ebben hisz, tehát ő nem ártani akar, hanem ő azt gondolja, hogy alapvetően az a jó dolog, amiben mindenki ilyen, én is ilyen mindig minden, ez az identitásának a része, csak hogyha nem szeltételezed a másik emberről azt, hogy alapvetően őt is jót akar, csak máshogy, akkor alakul ki ez, hogy mert a másik az egy gonosz, meg rossz, meg csak ártani akar, és mindenki, aki ebben részt vesz, az vagy ügynök, vagy hasznos hülye, meg őt fizetik ezért. Tehát az, hogy valakinek más a véleménye, ez nem merül fel, és ugye ezért kezdtem el erről magyarázni most, hogy Európa nem volt ilyen hely, tehát egy 5 tíz évvel ezelőtt az, az, hogy neked más gondolatod van valamiből, valamiről, az, 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 az volt itt a normális állapot. Tehát, hogy te mást gondolsz, mindenki hogy hülye Tudod. Tehát, hogy azt az gondolja, mondja, hát az benne a jó, hogy elmondhatja, nem? És most olyan időket fogunk élni, ahogy ez kinéz, hogy a történelemből tudok csak kiindulni, hogy ez nem lesz így. Tehát ez a fajta szabadság, ami eddig volt, hogy te így elmondod, hogy szerinted ez az egész így hülyeség, meg tehát ez, ez, nem lesz így. De már most ott tartunk, ugye, hogy például az Exet, ugye, a Brazíliában először, most már Európába akarják tiltani, és így tovább, a TikTokkal már meglátjuk, most mi lesz év végén. Tehát ezeket majd úgy látni fogjuk. Ez szerintem sokkal ijesztőbb, meg nyilván a gazdasági következményei, amit meg mindenki érzi, érez már most is, még érezni is fog. És egyébként, hogy látod itt a következő időszakot január 20-ig? Tehát, hogy ö, megbeszélik egymás között, és lejátszák nekünk ezt egy színdarabként, és akkor mi beszélünk róla, és valójában mi vagyunk a hülyék, hogy beszélünk róla. Vagy eljöhet ez a pillanat, hogy mondjuk tényleg figyelmeztetést adnak ki, hogy nem tudom én, Ukrajna külsőt most megtámadják egy ilyen magyaróbokor eszközzel, vagy ami még rosszabb, hogy mondjuk, nem tudom én, egy brit fegyvergyár, lesz a célpont, vagy egy francia fegyvergyár. Ahogyan én ezt említettem is, én a legvalószínűbbnek az alapján, amiket a különböző témában megszólaló orosz, meg mit tudod, én, Ribbard, meg ilyen helyekkel lehet olvasni, az ilyen ilyen véleményformálóktól látok, én ebből tudok kiindulni, meg abból, hogy alapvetően azt a mentalitást ismerem, olyan dolgokat fognak támadni, ha támadni kell, amik, amik nem vannak a NATO égisze alatt, tehát ilyen csendes óceáni francia bázis, meg nem tudom, én, műhold, meg majd lehet, hogy itt is esnek ki a emberek az ablakon, meg, meg, tehát hogy ilyen dolgokat tudok elképzelni, de azt, hogy telibe, nem tudom én, Varsót, ezt így azért nem, ezt így azért nem. Nyilván párhuzamos univerzumban elképzelhető, hogy Lettországban lesznek kiszöld emberkék, de hogy ez így nagyon messze van még, és ugye a legfontosabb eleme az, hogy hát január meg nagyon közel van. úgy beszélünk erről, hogy jó, milyen sokat kell még kibírni, ez egy felül igaz, másfelől meg valójában azért itt nagyon új dolgokat nem tudsz már kihúzni, kitalálni hirtelen, meg ezeket megtervezni, meg ezért nem hosszú, bonyolult folyamatok lehetnek. Hogy ilyen súlyú döntéseket az emberek hoznak. Én rendkívül sok olyan hír, ugye biztos te is tapasztaltad, hogy rengeteg hír van, tehát hogy extrém mennyiségben özönlik a, a legkülönfélebb dolgokkal találkozó a hírek között. Olyan sokkal, amivel nem tudom, hogy fél évvel ezelőtt nem volt így. És már rég nincs amerikai választási kampány. Tehát, hogy elképesztően sok dolog történik. Csak Afrikában meg lehetne tölteni 30 percet egy hírmixben, úgyhogy ott olyan dolgok történnek, hogy ki fog később ott valamit kitermelni. Most mondok egy példát, uh, Oroszország fogja Nigerben kitérmelni az uránt azt, amit eddig Franciaország, ez tegnap vagy tegnap előtti hírma, de se a hit Mert hogy ez eldőlt, hogy az úgy lesz. Mi történt másnap, mondta az Európai Unió, hogy az összes, de az Európai Unió a hivatalos nagykövetségét, vagy képviseletét, ezt nem nagykövetség, képviseletét ezt elvitte Nigerből, és akkor egyébként valószínűleg egy csomó ország is azt fogja mondani, hogy akkor hogy onnan léptek. Tehát ez egy volt a, nem tudom, 60 hírből, ami mondjuk az elmúlt két napban csak Afrikában történt. Úgyhogy sok ilyen elemre számítok én, hogy sok olyan dolog lesz még, ami párhuzamosan történik, és miközben mindenki arra figyel, hogy egyébként mi van a a bokorral, Valójában ezek a dolgok ott, ott történnek, úgy ott lent, és nem éljük, hogy ott fent, amit meg mi nem látunk, az, hogy, hogy az amerikaiak az oroszokkal telefonon beszéltek erről, és akkor Nyilván azt fogják mondani az oroszok, hogy jó, hát de azért figyelmezzétek már a sajátjaitokat ott Európában, tehát hogy azért ezt így nem lehet a végtelenségig csinálni, meg lehet, hogy akkor a szíjáték ebben is bízhatunk, hogy reménykedhetünk, hogy azért az nem lesz, hogy hiszen a legfontosabb elem, és erről nem beszéltünk tök jó, hogy eszembe jutott, hogy a dolog az úgy kezdődött, meg ez azért érdekes, meg azért alakult ki, mert ezek olyan dolgok, amihez kellenek nyugati katonák ezt már valamelyik szakértők, mert a Konstantin részletesen el tudja magyarázni, de az a lényeg, hogy ezek olyan dolgok, amiket nem tudnak az ukránok maguk irányítani, mert itt már nem csak arról van szó, hogy kell műholdkép, meg jel, meg nem tudom, meg föl egy repülő, ami, hanem hogy effektíve kellenek nyugati katonák, akik a cél meg nem tudom én mit. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy az ukránok megnyomtak egy gombot. És mivel ez van, bízhatunk abban, hogy van egyfajta kontroll is Fölött. Nem az hogy nem lőnek meg. Így van, tehát nem az lesz, hogy akkor nem tudom én, uh, én Bialgaradő középpontját, uh, nem tudom, a karácsony, mint tavaly. A Kremlőt, vagy. Az... vagy tehát valószínűleg, valószínűleg nem ez fog történni. És akkor ebben tudunk bízni. Hogy valószínűleg itt van még egy olyan elem, hogy aztán nem tudom, 50, 20, 30, 40, akármennyiben nem tudjuk, mert ez is titok, csak mindenki beszél róla, de nem tudjuk, valamennyi rakétát, amit kaptak, ez hova fog menni. És uh, itt ez a másik eleme ennek a sztorinak, hogy, és erről sem beszéltünk még, szerintem fontos, hogy uh, amiket eddig kilőttek, Putyin elmondása szerint mindet leszették, az egyiknek a darabjai okoztak sérüléseket. Tudom, mind a két oldal hazudik, lehet, hogy ez nem teljesen így van, de ez a nyugaton sem láttunk olyan híreket, hogy nagyon nagy siker lett volna eddig a kilövésekből. Tehát, mármint ukrán szempontból. Tehát élhetünk azzal a gyanúpával, hogy tegyük fel, hogy ez így volt. Ha ez így volt, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket az utcokat le tudják szedni. Van valamiük, hiszen ők is készültek egy potenciális harmadik világháborúra, ahogy gondolom az amerikaiak is, tehát vannak olyan eszközök, amikkel ezeket a dolgokat is le lehet szedni. Most jön a lényeg. Hát ha le tudod szedni, akkor mitől félsz? És ez a legijesztőbb eleme ennek, hogy egyszer egy ponton valamelyik oldal annyira elbízza magát, hogy ez hát, semmi baj nem lehet, láttad, eddig is leszettük. Nem kellett még soha kipróbálni, most kipróbálták. Vagy a még veszesebb, vagy úgy is leszedik, akkor rakjunk már rá nukleáris töltetet is, mert úgy is leszedik, és akkor... Hát, leáris... Ennyire, az előbb mondta, nem akarom saját magamat most, most meghazudtolni, előbb mondta, hogy mennyire ostobák a nyugati vezetők, ugye, sok közöttük az. Hát ennyire az egy talán nem. Hát azért ennyire talán nem. Meg azért nyilván ezt nehéz enne kimagyarázni. De, de az, hogy hogy valószínűleg úgy vannak nyugaton is, hogyha hát is le tudják szedni, ez is benne van lehet. Ez is benne van, meglátjuk. Egy utolsó felvetés, hogy ugye január 20-át követően jönnek Trumpék, most a Reuters azt írja, hogy Richard Brinell neve merül fel az amerikai külön megbízottként az orosz-ukrán konfliktus ügyében. Ő többek között az utóbbi időkben a szerkoszovai tárgyalások külön megbízottja volt, előtte pedig négy évig ő volt a hírszerzésnek, a DNA-nak a vezetője. Mind a 18 hírszerző ügynökség köztük a CIA és az NSZ is neki jelentett. Hát azt írják róla, vagy így sajtóba így jelenik meg, hogy nem sok jóra számíthatunk rá, de mi van január 20-át követően szerinted? Az majd egy ilyen lassú átmeneti dolog lesz, vagy akár radikálisan gyors döntések születhetnek? Az orosz sajtóban úgy állnak ehhez, hogy Donald Trump nem Oroszország elnöke lett, hanem az amerikai Egyesült Államoké, őt az amerikaiak választották meg. Tehát az nem úgy van, hogy majd most ő jön, és akkor itt jó világ lesz. Ez az egyik része. A másik része, ezt már személyes részét mondanám ennek részben, hogy én is, mint nagyon sok oroszul tudó ember, szerintem a többség, beleértve szerintem a Kremlben dolgozókat is, annak idején, amikor egy bizonyos Vladimir Zelenszkit megválasztottak Ukrajna elnökének, azért drukkoltunk neki, mert mi azt gondoltuk, hogy egy zsidó származású, orosz anyanyelvű, ukránó nem is nagyon beszélő, orosz állami tévén Rassi Adinon is műsort vezető, mindenki által a szeretett ember, majd elhozza a békét. Ez volt a mindenkinek a vágya, hogy most egy olyan ember kerül tényleg oda, hát tényleg ő a nép gyermeke, mindenki ismeri a médiából, együtt voltak különböző tévéműsorokkal, a Szalavjóval a volt, van egy, most is sokat bekerül mémként, hogy ők együtt szerepeltek szilveszteri műsorban, tudod, akit Magyarországon az orosz propagandista mint a példáként szoktak emlegetni, tehát, hogy ő egy olyan figura volt, akiről mindent el tudták képzelni, ezt így ebben a formában nem. Pont elmesélt a Demko Attila múltkor, hogy Párizsban volt egy putyin Zelenszki találkozó, még a háború kitörése előtt, és hogy Demko Attilának olyan mondta, aki ott volt, hogy a Zelenszky megkérdezte a Putyintól, hogy van-e itt tanácsa, vagy hogy mit tanácsol neki, mégis csak tapasztaltabb nála, és Putyin azt mondta, hogy ne verj át úgy, mint ahogy az elérdeid mindannyian átvertek egyébként Janukovics-tól De teljesen, hogy mindig vagyok, hogy volt az orosz barát, meg az ukrán barát, de hogy Putyin meg úgy érte meg, hogy mindenki átverte korábban az elnökök közül. Én is hallottam ezt a történetet. Itt nem arról van szó, hogy átvert őt, vagy átverték őt már ebben a konkrét esetben, hanem hogy egy olyan emberről van most itt szó, aki Annalina Berbaki értelemben 360 fokot fordult. Tehát, hogy 180. Tehát, hogy nem lehet, tehát lehetetlen. Tehát, hogy Zelenszky az, a, nem ilyen volt, nem tudod róla ezt elképzelni, hogy ő ilyen dolgokat csinált. az, hogy egy, egy, humoristaként, aki ilyen dolgokat nevetett, ér, tehát odáll egy templom elé, hogy az Isten belünk van húsvétkor. Tehát, hogy ez nem megőrülsz, tehát, lehetetlen, nem, nem, tudja az agyat feldolgozni, amit lát. De most ezek olyan dolgok, amikre nyilván, hogy mondjam, tehát a másik oldalon azért lehetetlen elképzelni, hogy valaki ekkorát fordulja, nem csak az ország méretéből, fontosságából, lehetőségből adódóan, hanem hogy ez nem tudod megoldani, tehát ilyen nincs, az emberek ott nem, viselik el. És hogy ezt gondolom, és kérdezted, hogy mi lesz január 20 után, hogy amit nem tudunk, tehát hogy azt is mondják Trumpról, hogy azért ő egy olyan ember, akihez, aki általában úgy dönt, ahogy az utolsó ember meg tudta őt győzni a témában. Tehát akivel utoljára beszélt, arra hajlik. Ugye ez is a nyilvánosan elérhető info, én nem ismerem személyesen Donald Trumpot, nem tudom eldönteni, de ezt sokan mondják, még a republikánus körökből is, hogy ezért olyan, hogy nagyon befolyásolható. Tehát lehet, hogy van egy pont, amikor azt fogják neki mondani, hogy de egyébként rengeteg pénzt lehet keresni Ukrajnával, mert ott ez meg az van a földben. Meg nem is egy... egy... a Putyin megaláz minket, téged is, meg egy... Igen, meg a kínaiakkal van, és hát China, China, China az a fő ellenség. Tehát meg lehet ezt, meg lehet ezt csavarni várjuk meg, én azt mondom, hogy nyilván a kampány az kampány, az egy dolog, azokat, akiket kijelölt, azok alapján úgy van oka bizakodása, hogy ezt a történetet talán el fogják engedni, meg amiket kommunikálnak, de aztán, amikor majd oda kerül a hatalomba, akkor fog kiderülni, hogy ebből mit lehet megcsinálni, meg mit nem, illetve, hogy valójában mit akar megcsinálni, és mit tud. Na, meglátjuk. Tudod, Szüri Hert, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Este, este megtessék meghallgatni a heti hírmixet szintén itt az Ultrahang csatornáján este 8-kor, amúgy pedig minden nap hírmix este az Ultrahang Plus csatornáján. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóinknak és a figyelmet búcsúzóra rakjunk mindenkit, hogyha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornáinkra. Rihárdnak is van több, nekünk is van több, mindegyiket megtalálják a videónk leírásában. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszont látásra, a hallásra.